Nyíregyháza nagy programjainak listájára felkerült a Disznótoros Fesztivál is. Az egész napos programra a belépő 500 forint, és ugyanennyiért kóstolójegyeket is lehet vásárolni. Ezzel nem csak különleges gasztronómiai kalandra hívják az ízek szerelmeseit, cél az is, hogy bemutassák a fiatalabb generációnak a régi hagyományokat. Maga a disznóvágás a régi Magyarországon, az egy nagyon fontos családi, egy nagy családi esemény volt. A téli hónapokra egyrészt biztosított megfelelő érelmet, másrészt pedig a lefüstölések, lesózások következtében ugye főleg a szalonnára és a különböző olyan csülökre gondolok, amelyet később ettek meg a különböző ünnepeken, biztosította a létfenntartást. Na most a modern változó világunkban, amiben mi még belenőttünk falvakba, azt a mostani városiak gyerekek nem látják. Én tavaly is láttam már az embereken, főleg az idősebb korosztályon, hogy ilyen nosztalgiával szemlélik, és sokan kijöttek magára a szúrásra is, és az meglepő volt, de örültem is neki, hogy nagyon sok apuka kijött a gyerekeivel, hogy lássák azt, hogy hogyan történik legalább egy ilyen. Ezen hagyományok bemutatására pedig a Sóstói Múzeumfalu a legautentikusabb helyszín. 150 kg-os orvosi vizsgálaton átesett mangalicákat fognak szúrni reggel 7 órától, a programok pedig este 6 óráig szórakoztatják majd a kiérkezőket. A nap fő produkciója a tervek szerint egy 2 órás zene-express show lesz. Az előző évek hagyományaihoz híven idén is díjazzák az elkészült hurkát, kolbászt, toroskáposztát és fogópálinkát, valamint értékelik a csapatmunkát is. Többnyire cégek és baráti társaságokból tevődik össze egy csapat, különböző fantázia neveken, tehát így nagyon nem lehet meghatározni. Határon túlról van jelzés, hogy Kaplonyból, és még egy nem beazonosított településről fog érkezni csapat, illetve azért nincs beazonosítva, mert több településről, külföldi településről állnak össze, és még nem tudják, hogy kinek a nevében fognak indulni, tehát ezt ezért nem szeretném mondani. De egyébként a térségből tevődik össze a csapatoknak az összeállítása. Tavaly 11 csapat jelentkezett, idén közel 20-ra számítanak a szervezők. Turisztikailag is fontos a térségnek a rendezvény. Tavaly a közel 10 000 kilátogató közül az egyik tombola nyereményt például Győrbe vitték haza. A nagy érdeklődésre való tekintettel minden csapatnak kötelező biztosítani 200 fő kóstoltatását, néhányan azonban közel 1000 adagot is bevállaltak. Február 12-ig még jelentkezhetnek csapatok a főzésre, a kilátogatók pedig február 16-án szombaton kóstolhatják majd az elkészült finomságokat. A szervezők térképpel segítenek majd a múzeumfaluban való tájékozódásban, és melegedő pontokkal készülnek a hideg ellen.